Szeretettel köszöntök mindenkit. Ebben az időben, ami hát inkább télies most már, mint őszies, nincs is kellemesebb, mint egy lobogó tűz melletti kandallónál üldögélni és gondolkozni az élet dolgairól. Már régóta szerettem volna bővíteni a csatornám, úgymond, profilját, választékát. Hiszek abban, hogy a jó minőségű étel, a jó minőségű életvitel az szükséges ahhoz, hogy az ember spirituális életet tudjon élni. Tehát adjuk meg magunknak mindazt a jót, amire szükségünk van. Legyen ez étel, legyen ez minőségi szórakozás, minőségi emberi kapcsolatok. Nagyon fontosnak tartom, hogy e szerint éljek én is, a családom is, és melegen ajánlom a kedves nézőknek is. Ahhoz, hogy a mindennapi életünket a lehető legjobb módon tudjuk megélni, nem csak egy lelki harmóniára kell tudnunk szert tenni, hanem fontos, hogy minőségi élelmiszereket ehessünk. A minőségi élelmiszerek azok számunkra, leginkább azok az élelmiszerek, amelyeket nagyapáink, nagyanyáink és az őseink termeltek, fogyasztottak. Abban az időben nem kaptak tápot az állatok, hanem megették azt, ami a háznál volt. Minden esetre természetes táplálékot ettek. Nem kaptak antibiotikumokat, nem kaptak semmi olyan pluszt, ami manapság az élelmiszerekben, az élelmiszereinkben rengeteg van. Nem kaptak ízfokozót, nem kaptak különböző guhargumi és ehhez hasonló szépségeket, nem volt rájuk szükség. És az ilyen jellegű ételeket fogyasztották az őseink. Igazában véve nem nagyon volt permetezve a vidék, és ezért az erdei állatok is valójában nem nagyon jutottak csávázó méreghez és ehhez hasonló gyönyörűségekhez. Nos, rátérnék a lényegre. Szeretném, ha ez a csatorna egy üzenetet hordozna arra nézve is, hogy milyen módon élek, és milyen módon kívánom, hogy más is tudjon élni. Ez pedig azt jelenti, hogy bizony egy közértben való vásárlásnál sokszor másfél órát eltöltök azzal, hogy elolvasgatom, hogy mi az, amit már nem kívánok magamhoz venni. Életem elég jelentős részét leéltem, és nem volt pálmaolaj az élelmiszerekben, pálmazsír. Úgyhogy ez egy külön játék, hogy manapság úgy tudjak táplálkozni, és a családom is úgy tudjon táplálkozni, hogy ne legyen benne se pálmazsír, se pálmaolaj. Lehetőleg margarin sem, hiszen ezek az élelmiszerek mesterséges élelmiszerek. Aztán, ha lehetséges, ne legyen benne ízfokozó, és a különböző elszámok sokfélesége, mert az a nagy helyzet, hogy nincs erre szükség. Magyarországon, a Kárpát-medencében még mindig viszonylag a legegészségesebb a táplálék, ahhoz képest, ahogyan már sok helyen a világban el lett rontva. Most szeretnék önöknek egy nagyon kellemes, egyszerre időtöltésnek is megfelelő szórakozásnak, minőségi kirándulásnak, valamint miután karácsony előtt vagyunk, és ilyenkor Magyarországon megugrik a kereszténység hagyománya miatt a halfogyasztás,
Egy fantasztikus helyet, egy fantasztikus tavacskát szeretnék önöknek ajánlani. A kápolnás nyék mellett található az úgynevezett nyéki horgásztó, amely idestova 20 éve üzemel, és a kedves tulajdonos Dancsó József üzemelteti. Ebben a horgásztóban telepítve vannak folyamatosan csukák, süllők, pontyok, amúrok, és természetes szaporulattal szaporodnak a keszegek, a kárászok, és még szürke hagycsák is vannak a tóban. Ilyenkor karácsony előtt Tancsó József úr kiváló minőségű pontyokkal, kárászokkal, illetve harcsákkal lepi meg a kedves vásárlóit, és ha valaki úgy érzi, hogy minőségi halat szeretne vásárolni, akkor Budapesttől durván 40 kilométerre található. Valójában a régi 7-es útnál, a 45-ös szelvénnél van ez a tó, de az M7-esen is el lehet érni, csak akkor le kell kanyarodni Velencénél, és a Kápolnásnyék irányába kell menni, és egy picit vissza kell menni az M7-esen. Ki van írva messziről, hogy élőhal, ponty, stb. Kapható. A hely az számomra egy csodálatosan szép és kedves, eredetileg a 80-as években egy elhagyatott telek volt, de érdekes módon valószínűleg már régen is lehetett itt egy kis tó, mert ezt a tavat bővítette ki Tancsó József, most egy igencsak nagy tó lett belőle, 3 méter mélységben van kikapartatva a föld, és bizony, hát azért, amerre a szem ellát csak tó van, és körülötte bárányok legelésznek, meg időnként vadkacsákat lehet felhiezteni. Egy nagyon kedves, szép, jó hangulatú tó, amely ápolt, gondozott. Nagyon fontos az, hogy szemetesek is vannak, kis beállók vannak a horgászoknak, kis kaiba-szerű beállók, amelyek nem esik a fejükre az eső. És ugyanakkor van egy üzlet is, egy horgászüzlet, ahol a esetleges kellékek, amelyekre szüksége lehet egy horgásznak, ezek kaphatók. Most pedig jelenleg halárusítás folyik éppen. Pontyot, harcsát, kárászt lehet kapni, aki esetleg úgy gondolná, hogy a karácsonyi halászléhez itt vásárol be, annak mondanám, hogy nagyjából reggel 8:30-tól délután 3:30-ig nyitva van a hely, ez a téli nyitvatartási idő, és ekkor még van rá mód, hiszen még csak december elejét írjuk, tehát még 2 hét van arra, hogy a halakat megvásároljuk, amelyek természetesen nem tartalmaznak semmilyen mocskot, nincsenek táppal etetve, antibiotikum nincs bennük, tehát valójában mondhatjuk, hogy biohalak. A horgászmestert megkérdeztem, hogy mivel eteti a halakat, mondta, hogy ő semmivel nem eteti a halakat, tehát ez azt jelenti, hogy az édesvízi planktonon kívül a rovarok, a szúnyogok, a szúnyoglárvák azok, amelyek esetleg ezeknek a halaknak a táplálékai. Azt még fontos tudni, hogy ezt a tavat egy forrás táplálja, tehát a vize teljesen egészséges, minőségi forrásvíz. És hát úgy gondolom, hogy ilyenkor ez talán egy jó ajánlat, hogy a családunknak olyan ételt adjunk, amely megfelelő lehet a karácsonyi asztalon. Még annyit hadd mondjak el, hogy maga a tavacska önmagában is egy kedves látvány, tehát egy kirándulásnak is kellemes lehet, és persze a környéken pedig ott van Velence, Sukoró, tehát ezt az egész környéket akár egy szombaton, vagy vasárnap is meg lehet
látogatni. Aki nem horgászik, annak is lehet egyet sétálni a tó mellett. Természetesen, hadd mondjam el, hogy egy végtelenül készséges és jóindulatú ember, Tancsó József úr, aki ez a kis terület, ez a tavacska, illetve ő ott is él egy kis házban. Minden esetre úgy gondolom, hogy ezt felfoghatják reklámnak is, de nem ez volt a fő szerep, hanem inkább szerettem volna egy minőségi kirándulóhelyet, egy minőségi horgászhelyet ajánlani önöknek, ha netán nem ismerik, ha nem találkoztak még vele. Tehát a Kápornásnyéki horgásztóról van szó, amely a régi hetes úton a 45-ös kilométer szervénben található, és most a téli időben 8-tól 3-ig nyitva van. Köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!